Sziasztok srácok, én a Sajtarvizkettő vagyok, és a mai videóban egy zseniális Roblox játékot hoztam el nektek, ami egy obi, de nekünk van egy ilyen kis slide-unk alul, ahol meg tudjuk változtatni a méretünket, és ahol ezt húzunk, akkorák leszünk, szóval néha óriásként, néha egy bolondos törpeként kell végighaladni ezen a pályán. Itt az első akadályunk, hát ezen a picciukon természetesen csak ilyen kicsiként tudok átférni, úgy csúszkál ide oda a karakterem, szóval kicsikét néz ez a pályarész, de ezzel az ajtó most már kicsikét nagyjából tudjuk venni, és szerintem, hogy ekkorák vagyunk, ja, még bőven átférünk rajta. Én azt mondtam, hogy próbáljuk ki sajtót, mint óriás, azt a megkorákat is ugrunk. És igen, itt a végére már tényleg azt jelenti, arra van szükség, vajon át tudom-e ugrani, és át tudtam. Yeah, ajjaj, itt már lentém kell vennem magam, hiszen beverném a fejem, hogyha ekkora né. Halló, jó napot, kicsikét megduzzadtam a tejberistől. Lehúztam a csúszkát ilyen kis törpére, és most már nem is annyira nehéz. Át is ugortam az egész szinten, eljutottunk idáig. Hey, nőj meg, nagyon, nagyobbat tud ugrani. Oké, köszfőnök a tanácsokat, akkor megyek ilyen közepesnek. Közepesen bőven be tudom ezeket a szinteket ugrani. Imádom ezt a pályát, hogy nektek is tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot, ott lesz a linkje a leírásban. Egy egész házat kell átugranom. Oksa, hát ezért minikét megnézzük, hogy milyen feladata, de piu, azt a lópuki vagyok. Legyünk óriásiak, és tényleg egy 10 emeletes házakat ugrok át a Robloxba. Figyeljetek, amilyen elképesztő királyon nézek én. Itt meg egy úton vagyok szépen le, és egy óriási! A checkpointot kiajva meg tudtam csinálni, de jó, azért lemegyek érte, ezzel nem akarom, hogy az elejéről kéne kezdeni. Na jó, hát ezen az ajtó hogy kéne befélni? Csak elképesztő minikét fogok ezzel befélni. Jaj, de melyik a helyes legyen? A zöld a helyes, a zöld helyes volt, megint a zöld, csak a zöld a helyes. Hát ez aztán nagy fejtörő volt. Én kérek elnézést, megpróbáljuk ezt az egészet átrugdosni. Kiterem a rácsokat. Vagy hát igazából szerintem miniként át kéne bújni ezen, és átbújok. Azt a te megnézni, milyen mechanikák vannak. Csak simán átbújok itt a rácson. Ez is megvan. Okosnak, okosnak kell lenni. Jó, hát akkor óriás leszek, és lecsalom az egészet. Lol. Na jó, ilyeneket se csináltam még a Robloxban. Imádom ezt a játékot. Ó, hát itt megint ilyen sziklákat kell, a drokkot át kell, hogy ugorjam. Hát akkor jó. Óriás sajtó megteszi, amit megkövetel a haza. De az, itt meg centizgetni olyan néz, azt sem tudom, hova fogja tenni a talpán. Na jó, oké. Hát itt szerintem miniként lesz a legkönnyebb dolgom. Csak szépen át tudok rajta, nézzetek meg, olyaj, le is estem, ilyen még nem is volt, most estem le először, nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha rámegyek erre, nézzétek, így, sziasztok, és itt meg nevek ilyen óriásra, a sarkam fele ér csak hozzá a blokkhoz. Spirált szerintem csak úgy tudom megcsinálni, hogy egy közepes méretű vagyok, hiszen nem is vagyok túl kicsi, hogy bezuhanyjak oda a lyukakba, de se túl nagy az, hogy az egészet letörje valattal. Ajaj, mini sajtó, gyere ide, gyere. Azt a mekkora helynek látszik, amikor óriási voltam, mint hogy átmehetetlen lett volna ez a pályarész, de sima, liba, lehoztam. Így de furán fut a karakterem, nézzétek már, de furán fut. Jó, hát ezt könnyű, ezt bármilyen méretben lehozom. A kicsivel tudok sprint, juhúj, nem tudok sprinteni. Csak ugrálnom kell ide oda, azt hittem, hogy ezzel tök gyors leszek. Óriás sajtó ezzel föl, figyeljétek. Na jó, hát zseni ez a pálya, itt meg mi felé van, hova megyünk? Máska egy nagy slide jön, hát kipróbálom, hogy az óriás sajtó hogy tud csúszdázni, figyeljétek. Hogy fog menni a csúszda park? Mindenkit, jó, szerencsére nem taroltam el senkit. Ajaj, feleletválasztós, nem annyira gáz kicsiként leesni. Hogy sárga, én bízok a készítőben, hogy ezután a zöld lesz, hiszen a zöld az mindig menő. Így bizony, és utána a piros, tudtam. Én minden szint felhasznált, és itt is vagyok. Oké, ajaj. Nagy jump, ugye nagyival, utána egy kicsike kicsivel, utána megint egy nagy jump a nagyival, aztán megint egy kicsi a kicsikével, így bizony, nagyon király. Meg olyan normál méret, hiszen ez ilyen normális obikba is szokott lenni általában, szóval teljesen jó haladó. Ott lesz pönt a pálya vége. Fú, mennyi stage van még. Ki az a kövér bolondos ott? Hoppácska, ezt azért nem fogjuk ellazáskodni. Egy sajtóban beugrom az egészet. Haha, ezt már nevezem. Na jó, az egérjükön kell. Majdnem a kicsivel se félek be rajta. Szevasz barát, meg egy ilyen akadá. Úristen, de én akadá, egy pálya részen kell menni. Itt meg nagy golókon kell ugranom. Jó, de milyen furcsán, amikor checkpointhoz érek, milyen furcsán fölgyorsul a karakterem. Itt olyan normális kér, azt nem tudom eldönteni most, hogy mi a normális méret. Amúgy a Robloxban szerintem ezek vagyok úgy nagyjából. Meg jaj, te micsoda bolondos cápa, figyeljétek már. A cápa szájába kell ugrani. Na jó, hát érdemes lett volna szerintem fölmenni a cápára. És akkor nem is kell bejönnöm a szájába, csak óriásként. Hol jöttem ki?
Kicsikét furcsa ez a cápa, hello! De semmi probléma, én megyek innen, azt, amilyen blokkokon kell fölmenem. Hát itt csak nagy sajtót tudjuk segítségül hívni, majdnem kettő tipp is föl tudok egyből ugrani. Figyeljetek, és innen már csak ide. Jaj, ne, Glassbridge van itt a Squid Game-ben. Próbálom, srácok, óriásként, akkor ugye kezdjük a zöld, elindem mondjuk át még a pirosra, legyen mondjuk a zöld, legyen az zöld, oké, legyen most a piros, és ide semmi gond, beugrom az egészet, lecsaltam. Itt meg mi? A tany, úristen, már láttam, mint kiáltulni. A tanyán vagyunk! Azt a mennyit ide termelt ez a ló. Szia, ló! Megmártózok benne, visszahozok hozzá. Nyámé! Na jó, nem. Szóval úristen, meg fel akar minket szúrni. Hagyjál békén! Hagyjál már! Még a malacok is itt vannak. Lecsúszok a trágya csúszol. És szerintem lassanítan a pálya, még mondd, hogy itt a pálya vége. Zseni. Na jó, hát itt szerintem egyszerű dolgunk lesz. Ilyen kis blokkos ugrás, csak fontos, hogy ne essünk be. Ugye középre szépen lehoztam normál méretű sajtóval. És szerintem olyan egy kis stage-ben most csak hátra. Hoppácska, egy fejtörő feladat van, ezt el sem hiszem. Mennyi 1 + 1? Hát egy, úristen, 2 vagy 11, hát ez ki nem tudja, 2. Mennyi 10 × 10? Az persze 1010. Itt meg 0 + 0 = 1. Ja, ez aztán nagy fejtörő. 50-ből 50, az is 0. 1 × 1 az természetesen 1. És azt a, át is mentünk a matek érettségén. No way, bro. No way. Mi ez? Mi? Kaki? Egy patkony? Egy fura WC? Egy unikorn is? És a könyök boldogan megeszi. Oh my god, srácok, ezt lehet nem is tehetem bele a videóba. Na, nagyon gyorsan húzzunk ki innen. Mi ez a játék? De talán a mindent eldöntő döntő felé szárnyalok ez a traumatikus élmény után, amit itt eltöltöttünk benne ebbe az emberbe. És igen, itt vagyunk a legvégén. Kaptunk egy ilyen mindenféle cuccot, meg egy lucky block is betöltött, tehát nagyon-nagyon király. Vannak itt, lehet festeni, amit jogy átjük magam. Úristen, miért akarom magamat átfesteni? Thanos, én vagyok a Thanos mostanában. Meg rá tudunk morfolni, áóra ne szórakoztatok, ma ömángász vagyok itt a Robloxon belül, meg még tudok mindenféle reakciót is magamra. Zseni ez a játék, srácok, hogyha tetszett a videó, akkor légy szigyoltak egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következőben, de gyorsan még klémelem ezt a lucky blockot, kaptam egy két. Na, vigyétek már, hát konkrétan ez illik is az ömángász karakterhez, gyorsan 2 perc múlva klémelek megint. Írjátok be nekem a kommentbe, hogy szerintetek ez meg mi a fene lehet, egy ilyen furcsa lufi tartok, ez annyira fura ennek a pályának a vége. Ezt a hátizsákot vettem fel, jó, alul jelen ez egy ilyen mindenféle menő eltűnjét, úgy majd eltűnjezni fog, de helyette kapok egy ilyen akármit, meg menő, milyen menő szetteket tudok fölvenni magamra. Ajjaj, kicsikét lefogytam, srácok, sajtóat nem evett mostanában. Betöltődött az újabb lucky blokkon, mit kapok? Egy grappling hookot, na ez aztán minden pénzt megérezek, meg itt veszekednek, hát menjetek innen, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy írhatatok a mai videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő részben. Legyetek jók, na sziasztok! Okay.